Nem tervez az önkormányzat az óvodákkal kapcsolatban semmiféle változtatást, és mindent megtesz a város vezetése, hogy az állam által hagyott lyukakat betömje, mondta Dóra Otto polgármester a város óvoda pedagógusainak évnyitó rendezvényén. A közel 120 óvónő a Salgótarjáni önkormányzat dísztermében, a Förster Kálmán teremben kapott helyet. Ezt Andoni Angyal Mária, a Salgótarjáni összevont óvodák vezetője megnyitó beszédében külön is megköszönte. A polgármester ennek apropóján megjegyezte, hogy azt szeretné, ha még ez a terem is kicsi lenne számukra, hiszen az azt jelenti, hogy több a gyermek Salgótarjánban. Így szezon elején, meg általában is az intézmény rendszerben mindig szoktak átalakulások idején különböző hírek jönni menni. Én arról szeretném tájékoztatni az óvoda pedagógusainkat, meg a kollégákat, hogy az önkormányzat szándékai szerint nem tervezünk változást. Ugye van az a hír a levegőben, hogy esetleg a általános vagy a közoktatáshoz hasonlóan esetleg az óvodai nevelés is bekerül ebbe az államosított rendszerbe. Nem tudjuk, tehát érdemi információja a városvezetésnek, sem a szakmainak, sem a politikainak erről nincsen, a kormányhivatal vezetésének sincsen, semmi nem zárható ki. Én ez ügyben azt hiszem bátran mondhatom, mint az óvodák felé mindig elfogult részben apuka is, hogy, vagy egykori óvodás apuka, hogy ha ez esetleg meg is történik, ez szerintem önöket, a gyerekeinket érdemben nem fogja érinteni. Tehát az óvónők, az óvodák azok nagy biztonsággal ugyanott lesznek, ahol eddig voltak, nagy biztonsággal ugyanazok az óvónénik fogják ugyanazokat a gyerekeket nevelgetni. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy különösebb izgalomra nincs ok, illetve még annyit szeretnék hozzátenni, hogy viszont az elhatározott szándékunk, ez az egész rendszert nem tudja érinteni, hogy amikor már most úgy látszik, hogy tisztázódik végre az Európai Uniós forrásfelhasználás szabályrendszere, hogy bele fogunk kezdeni jövőre egyebek között óvodák, vagy tagóvodák, ha jól mondom, hivatalosan tagóvodák megújításába, fizikai megújításába, és ennek mentén én azt remélem, de ezt majd a szakemberek egymással megbeszélik, hogy ahol esetleg épületbe nem is lesz beavatkozás, mert nem tudunk, de szakmai típusú beruházásokat ott is fogunk tudni csinálni, tehát eszközöket, egyebeket fogunk tudni biztosítani. A területet a továbbiakban is Fekete Zsolt, a polgármester úr felügyeli. Nyilván, hogyha polgármesteri jelenlét vagy beavatkozás szükséges, én azt meg fogom tenni. Kívánok még egyszer önöknek nagyon jó egészséget, és hát sok örömet a munkához, meg sok örömet a gyerekekhez. A most következő, ha jól tudom, munkaügyi vagy milyen munkavédelmi előadáshoz, ahhoz meg kitartást, mert tudom, hogy ezen is túl kell esni. Köszönöm, jó munkát még egyszer. A megnyitót egyébként megelőzte egy óvodavezető értekezlet, ahol a területért felelős alpolgármester a polgármester jelenlétében beszélt a még nyitott kérdésekről, a várható és futópályázatokról, és természetesen a következő nevelési év feladatairól. A megbeszélésen Fekete Zsolt is biztosította az óvodavezetőket arról, hogy folyamatosan törekednek majd az óvodai ellátórendszer minőségjavítására.